Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világunk hogy tetszik? Nektek? Mit szóltok ez a jelenlegi világhoz? Nem tetszik? Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok. Ugye, én ezt tudtam, hogy ilyen lesz ez a világ. Erről én már rég beszéltem, hogy ilyen lesz. Sőt, ez a világ nem ilyen lesz, hanem ilyenebb. Persze. És az lesz a furcsa, amit most mondok, hogy nekünk ez a jó. Szó szerint értsétek, hogy nekünk az a jó, hogy ilyen a világ. Nem az embereknek itt a bolygón, hanem nekünk, PPA-soknak. Oké? Nyilván kiknek, a PPA-sokon belül is kiknek, azoknak, akik foglalkoznak azzal, hogy szervezik a tanulókat. És én ezt előre tudtam, hogy ez így lesz, mert az embernek egy érdekes működése van, egy olyan fajta működése, hogy a legtöbb embernek akkor jön meg az esze, hogyha megnehezül az életkörülménye. Ez érdemes lenne felírni egyébként ezt a gondolatot. Tehát a legtöbb embernek az akkor jön meg az esze, ha megnehezülnek az életkörülményei. És nem kicsit, hanem nagyon megnehezülnek az életkörülményei. Tehát a legtöbb ember úgy kezd el jobb emberré válni, illetve arra törekedni, hogy jobb ember legyen, hogy az életkörülményei lényegesen megnehezülnek, és ezáltal lesz egy olyan választási lehetősége, ami két utat ad, de az egyik az nem egy út, hanem ez egy, mondhatjuk azt, hogy cél. Ez a két lehetősége az embernek, két választási lehetősége, hogy vagy földobja a talpát, vagy megváltozik. Megváltozik. Hol láttatok ilyen fajta változást, amikor az embereknek két lehetőségük volt? Gondold végig, minden gazdasági válságot, nagy gazdasági válságot megelőzött egy olyan korszak, ahol az emberek nagyon sok befektetést eszközöltek. És most, hogy mibe fektettek be, ez most részletkérdés. Jó? Tehát részletkérdés. Lehet, hogy az tőzsde, lehet, hogy a saját ingatlanja, ingatlanjába fektetett. Vagy akár vállalkozói részvényekbe, tehát cégeknek a részvényeibe, stb. Stb. Tehát minden gazdasági válságot ezt megelőzte. Tehát ez megelőzte. És amikor jött a gazdasági válság,
akkor kétféle dolog történt. Az emberek vagy leugrottak a hidakról, vagy a magas épületekről, és öngyilkosok lettek, vagy hát elkezdtek alkalmazkodni a körülményekhez, ahhoz, hogy a körülményekhez az ember alkalmazkodjon, ahhoz változni kell. És az elmúlt 100 évben nem sok, de volt egy pár ilyen helyzet. Na most nem szeretnék senkit elkeseríteni, de a legtartósabb ilyen helyzet, a leghosszabb távú ilyen helyzet, be most megyünk befele. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy eddig olyanok voltak a válságok, hogy viszonylag gyorsan beleestek az emberek a gazdasági válságba, illetve a társadalom, és akkor utána elkezdődött a kilábalás. Általában megnézitek az összes kilábalást, ez legalább 7 év volt. Nem véletlenül mondják a 7 szűk ösztönöt. Tehát az utolsó ilyen 2008-as válság is ugyanúgy 2015-ben ért véget. Meg volt a 7 szűk ösztönöt. Mikor New Yorkban is volt 1929-ben. Tehát 7 szűk ösztönöt. Tehát ez általában így volt. Tehát mindig ilyen nehézség az, az általában 7 évet tartott. De most más a helyzet. Azért, mert az embernek lejáró, az emberiségnek lejáróban van az ideje. Azért más. Oké? És drasztikusabb dolgoknak kell lennie, hogy az emberek döntsenek, hogy alkalmazkodnak, vagy meghalnak. Ami azt jelenti, hogy mit jelent az alkalmazkodás, a halálról nem kell beszélni, mert azt tudjuk, mit jelent. Mit jelent az alkalmazkodás? Az alkalmazkodás azt jelenti, hogy nem lehet másként alkalmazkodni egy helyzethez, csak ha az ember változik. Alkalmazkodás egyenlő változás. Változás meg tudás nélkül nem megy. Oké? Lehet próbálkozni a változással tudás nélkül, csak az ember, ha úgy akar próbálkozni, hogy tudás nélkül, akkor kudarcot val. Hát kudarcot val. Tehát minden változás, próbálkozás tudás nélkül kudarcra van ítélve. Ami azt jelenti, hogy a kudarcot az emberek nehezen viselik el. És képzeld el, mondjuk nagyon jelentős gazdasági romlás, plusz még az illető változtatni akar, de tudás nélkül akar változtatni, és még kudarcot is van. Tehát tetőzve van a probléma, érted? Na most úgy kellett alakulni a világnak, hogy egy ilyen helyzet jöjjön létre, hogy az emberek nem csak itt a nyugati világban, hanem az egész világban, a földi világunkban meg fogják sínleni ezt a gazdasági válságot. A szegények azért, mert nem jut nekik segély. A Földön nagyon sok szegény ember van, Afrikában, Ázsiában, stb. Gondoljátok végig, Dél-Amerikában.
ők azért fogják megsínleni, mert nagy részben ők segélyből éltek. Nem tudnak majd segélyt kapni, mert ugye onnan kapták a segélyt, a gazdag nyugati államoktól. A nyugati államok pedig megszokták, hogy jó módban vannak, mármint az nyugati állampolgárok. Megszokták, hogy jó módban vannak, és hát én már megtapasztaltam azt, hiszen elég régen foglalkozok emberekkel, és elég régen van saját szervezésű csapatom, és ez alatt az idő alatt megtapasztaltam, mivel mindig 93-tól én már lehetőséget adtam jövedelem szerzésre embereknek, nem alkalmazottként, hanem hálózatépítőként. Tehát 93-tól én pénzkereseti lehetőségeket kínálok, méghozzá független, szabad üzleti lehetőségként pénzkeresési lehetőséget kínálok embereknek, sok-sok embernek, 93 óta, mennyi az a sok-sok ember? Mondjuk azt, hogy több mint 100 000 embernek kínáltam föl. Nem élt vele mind. Buta módon nem éltek velük. Mind, sőt a többség nem élt vele, de volt, akik éltek vele, és ezáltal ugye én megtapasztaltam azt, hogyha az ember elkezd sokkal jobban keresni, mint előtte, mert itt ezt az emberek meg tudták csinálni, hogy sokkal jobb jövedelmük legyen, mint előtte, bármikor életükben, hozzá alkalmazkodnak ehhez a sokkal magasabb életszínvonalhoz, és utána, ha netántán valami grimbusz van, gubanc kerül a fogaskerék közé, valami porszem, ami megállítja a fogaskereket, akkor az illetőknek visszaesik az életszínvonala, és ez brutál módon megviseli. Brutál módon. Tehát egy magasabb életszínvonalról visszaesni sokkal rosszabb, mint egy alacsonyabb életszínvonalról visszaesni. Oké? Ugye én ezt megtapasztaltam. Hát megtapasztaltam sajnos a saját bőrömön is ez alatt az időszak alatt. Azért, mert akkor még nem tanultam meg jól gazdálkodni a pénzzel. És sokkal kevésbé tudtam a pénzzel bánni, mint manapság. Jó, de hát ugye nem csak a saját, tehát ugye nálunk ez engem nem viselt meg, de a nejemet igen. De én azt láttam, hogy egy ilyen pénzügyi visszaesés az minden embert megviselt. Rajtam kívül. Mindenki. Jó, tehát ennek kapcsán tudom azt, hogy ugye ez a fajta gazdasági válság, ami most van kialakulóban, tehát még csak kialakulóban van. Ugye mióta van kialakulóban? Hát 2020 óta. Tehát 2020 éveleje óta. Amióta tehát ez elkezdett kialakulni, tehát megnézitek, ez a gazdasági válság sokkal lassabban alakul ki, mint eddig bármilyen gazdasági válság, mert eddig a gazdasági válságok azok így betörtek az ajtón. Érted? Ez meg csak így kopogtatott. Ez nem feltépte az ajtót, hanem kopogtatott csak. És így szépen bújt elő. Érted? Na most, de
azoknál a gazdasági válságoknál, amik eddig voltak, ott lehetett látni kiutat. Itt nincs kiút. Jó? Tehát ebből a gazdasági válságból nincs kiút. Nincs kiút. Na most, de ha te azt gondolod, hogy, ez a tudatlanságnak köszönhető, akkor valamilyen szinten jól gondolod, de emberi oldalon tudatlanságnak köszönhető. Tehát az a tudatlanság volt, egyébként ez egy ilyen liberalista gondolkodásmód, amit a múlt század első felében indítottak el. Tehát a liberalista gondolkodás az nem most indult el, hanem 100 éve. Tehát 100 évvel ezelőtt elindítottak egy liberalista gondolkodást. Tehát mindjárt rájössz, hogy mi ez a liberalista gondolkodás. Az, hogy az emberek, akik dolgoznak, azok szociálisan vállalják föl a nem dolgozók segítését. Oké? Okay? Függetlenül attól, hogy az most vadidegen ember, érted? Mert régen a család fiatalabb tagjai segítették a család idősebb tagjait. 100 évvel ezelőtt azt a baromságot találták ki, hogy ne a családok segélyezzék a saját családtagjaikat, hanem a dolgozók segélyezzék a nem dolgozókat. Ez egy totál liberalista gondolkodás, mert mi a franc között van egy teljesen idegen emberhez? Oké? Okay? Jó? Tehát ez mondom, teljesen liberalista gondolkodás. És ennek a fajta gondolkodásnak vagyunk most a következményébe, abban, hogy gyakorlatilag kevesebb az az ember, aki el tudja tartani a nem dolgozókat. Oké? Okay? Mint valaha. És egyre kevesebb a nem dolgozó ember, illetve a dolgozó ember, és egyre több a nem dolgozó. És ez egy csapda, ez egy gazdasági csapda. Ami azt jelenti, hogy ebből gyakorlatilag az elszegényedés a kiút. Nincs más kiút. Csak az elszegényedés. És miért vagyok én ehhez vidám? Ez a kérdés. Nagyon egyszerű. Mert így vezet az út a változók számára az aranykorba, a szeretett korba. A nem változók meg fognak halni. Oké? Okay? Ilyen egyszerű. Tehát akik nem veszik a fáradtságot, hogy változzanak, azokat elviszi a halál. Szó szerint. És ez nem pessimista gondolkodás, ez abszolút látható előre, hogy így lesz. Tehát amit én amit mondtam eddig a jövővel kapcsolatban az elmúlt, hány éve van Irmuska? 95 óta. Számoljátok itt 29 éve. Tehát nem sokára 30 éve van itt. 30 éve hallja tőlem ezeket a dolgokat. Hogy mi lesz a jövőben, és mind bekövetkezett. Csak azért mondom őt, mert ő van itt legrégebben. Jó, de hát azok is, akik 8-10 éve, stb. Annál több éve vannak itt, ezt tudják mondani, hogy hát minden úgy volt, ahogy, vagy úgy lett, ahogy mondtam előre.
Szóval, ez egy, azt gondoljuk, hogy ez egy téves lépés volt a felső vezetők részéről, hogy bevezették ezt a fajta liberális gondolkodást, egy szociális gondolkodást, hogy a dolgozók tartsák el a nem dolgozókat. Oké? Tehát a vadidegen dolgozók tartsák el a vadidegen nem dolgozókat. Oké? Tehát ez a fajta elmélet, amit bevittek gyakorlatba, ennek most szívjuk, most kezdjük el szívni a következményét. Oké? És ebből nincs kiút. Azért nincs kiút, mert egyre többen nem fognak dolgozni, és egyre kevesebben fognak dolgozni. Oké? Ezért nincs kiút. Na most. De erre fel lehetett volna már készülni, mert én mondom, 25 éve, hogy tessék erre felkészülni. Erre a korszakra. Negyed százada mondom. Hogy készüljenek fel. Tehát, hogyan lehet elvileg egyszerűen felkészülni, hogy az embernek olyan tevékenységet kell folytatni, amire bármi van, akkor is szükség lesz. Na, ilyen tevékenység nem sok van. Jó? Csak úgy mondom. Szóval, de nem csak ilyen formában lehet rá felkészülni, természetesen, de ez a fő. Na szóval nézzük. Itt vagyunk ebben a világban, és azt gondoljuk, hogy azért történt ez meg, mert a jól működő családi modelleket felrúgták. És ebben van igazság, de nem azt kell nézni, amit az orrod elé raknak. Mert az orrod elé rakod a kezedet, próbálja meg valaki. Próbáljátok meg kísérletként, rakjátok így az orrotok elé a kezeteket, mint én. Most mindenki. Jó? Jó, így minél közelebb. Nézd meg, hogy mennyit látsz. Ha itt van az orrod alatt a kezed. Mennyit csukd össze az ujjadat, nézd meg, mennyit látsz. Hát nem sokat, nem? Tehát nem látod az egészet. Ezért mondják azt, hogy valaki az óráig lát, az nem jó. Tehát ugye elénk van rakva valami, amire azt gondoljuk, hogy az úgy van. Nem. Ha valami nagyon elénk van rakva, akkor az nem úgy van. Oké? Az biztos, hogy nem úgy van. Azért rakják eléd, hogy azt lásd, amit ők akarnak, hogy lásd. De egyébként nem látod az egészet, ha azt nézed, ami az orrod előtt van. Az embernek az egészet kell látnia, nem csak azt, ami az óra előtt van. Mert ami az óra előtt van, az eltakarja az egészet. Világos? Na most, nézzük tovább. Tehát ugye azt gondolná az ember, hogy az akkori vezetők létrehozták ezt a fajta liberális gondolkodást és ezt a fajta liberális működést, ráagadtak egy jelzőt, hogy szociális háló, ezt aggatták rá, hogy ez a szociális háló, hogy az emberek, a dolgozó emberek eltartják a nem dolgozókat. Ez a szociális háló alapelve. Ezt ráaggatták, hogy milyen jó világ, mert létrehoztunk egy szociális hálót. És ennek a szociális hálónak szívjuk most meg a következményeit. Szóval, ugye, visszatérve a múltra,
Ugye azt gondolja a jelenben az ember, hogy elszúrták a múltban az emberek, akik a hatalmon voltak, és bevezették ezt a fajta működést, aminek ugye több következménye lett. Gondoljátok végig. Régen mit csináltak a régi emberek? Nem volt szociális háló. Tehát nulla szociális háló volt. Régen azt csinálták az emberek, hogy még a szociális háló bevezetése előtt, hogy szültek sok gyereket, és majd, ha idős leszek, majd gondoskodnak róla. Ez volt a saját szociális hálójuk. Érted? És ez bejött, mert valóságban is így volt. Valóságban is így volt. A több gyerek közül biztos, hogy volt egy család, amelyik gondoskodott a szülőkről. Oké? Okay? Sőt, több esetben a környéken lakott a többi gyerek is, és valamilyen szinten még ők is beszálltak a gondoskodásba. Tehát ez akkor így oldódott meg. Ha betegek voltak, akkor az egészség az nem üzlet volt, mint most. Akkor kijött a gyógyító, és cserébe kapott a gyógyításért ezt, azt, amazt. Ami megfizethető volt az emberek részére, mert a gyógyításból az állam nem húzott hasznot. És igazából senki nem húzott hasznot a gyógyításból. Max az a gyógyító, talán egy picivel jobban élt, mint más. Ennyi volt. Oké? Okay? De nem a gyógyítás volt a fő tevékenysége a gyógyítónak. Hanem ő ugyanúgy tartott állatot, művelt földet a családjával. Érted? Tehát ez egy évezredeken keresztül működő modell volt. Amit felrúgtak, érted? A 20. század elején. És ez a fajta működés, amire átváltottak, ezt tudni lehetett már akkor, hogy ez addig fog működni, míg sok a dolgozó és kevés az eltartott. Oké? Okay? Na most, de ezáltal, hogy a szülőkben már nem keletkezett ilyen, hogy kell szülni gyereket, minél többet majd, hogy valamelyik majd gondoskodjon rólam. Hát minek gondoskodnád, majd gondoskodik rólam az állam. Hát átment ez a működés, hogy majd az állam gondoskodik rólam, hogyha én megöregszem. Ezáltal miért szültek volna több gyereket? Tehát ott maradt meg a népesség robbanás gyakorlatilag, csak ott maradt meg, ahol még ez a szociális háló nincs bevezetve. Oké? Okay? Tehát nem az egész világra terjedően vezették be, hanem a nyugati társadalmakban. Oké? Okay? Beletartoztunk mi is. Mi egy kicsit később vezettük be, de az eleje az elindult nekünk is a múlt század elején. De csak ilyen munkahelyekre vonatkozóan, hogy posta, vagy MÁV. Oké? Okay? Ilyen munkahelyekre. Viszont a második világháborút követően nálunk is bevezetésre került ez a szociális háló szisztéma. Ez a liberális gondolkodás. Na most. Tehát ugye azt látod, hogy ez van. De nem ez van a háttérben. A háttérben tudod, mi van? Tehát ezt létrehozták ugye a
az akkori nagyon okosoknak tartott emberek, akik nagyon okosoknak tartották magukat, azok létrehozták. De vajon minek hatására lesz valaki okos? Tehát én szeretném elmondani, hogyha az ember nem kapna szellemi segítséget a teremtőjétől, akkor még a tűzzel se boldogulnánk. Ez bebizonyított tény. Tehát, hogy minden, bármilyen fejlődés, ami az embert érte, az kívülről jött. Méghozzá mondjuk azt, hogy földön kívülről jött. Oké? Ha az egyes emberek nem kaptak volna szellemi segítséget szellemlényektől, amit úgy lehetne nevezni, hogy istenek, akkor szó szerint még barlangokba vacognánk, mert még a tűzzel se tudnánk bánni. Legfeljebb olyan szinten, hogy ha valahol villám csap be valamibe, akkor mit tudom én, egy gajat bevittünk volna a barlangba, és azóta 24 órán keresztül nap mint nap tartanánk a élesztenénk a tüzet, hogy maradjon életben, hogy ne aludjon ki. Mert még azt se tudnánk, hogy hogy kellene tüzet gyújtani. Még a tűzgyújtást is megtanították nekünk. Oké? Azoknak jó része, amit az ember tud, szellemi segítségként jött meg, nem kellett ahhoz lejönniük és megmutatni, hogy az ember hogy csinálja. Volt ilyen eset is, nem egy, nem kettő a Föld történetében. Tehát ezért mondom, hogy a többség az szellemi segítségként jött meg, az összes találmány szellemi segítségként jött meg. Amikor agymennek gondolják a feltalálók a saját agyukat, hogy ők milyen agymenek, milyen okosak, vagy tartja más, óriási tévedésben vannak, mert az összes tudást azt mind szellemi segítségként kapta meg. Nálam ezt jobban szerintem senki nem tudja ezen a bolygón, hogy ez így van. Csak én ezt elismerem. Oké, mások meg nem. Szóval, mert hát az egójuk nem engedi, hogy elismerje. Szóval, az azt jelenti, hogy azok, akik nagyon okosak voltak és kitalálták ezt a liberális gondolkodást, mármint a liberális gondolkodás révén ezt a szociális állót, bocsánat, hát ők is kapták ezt a gondolatot, ezt az ötletet. Oké? Nem maguktól találták ki. És ez azt jelenti, hogy a világunk az tervezett és működtetett. És az azt jelenti, hogy amit az ember tervez és itt működtet a világban, az csak egy látszat. Azt látjuk, hogy az ember a végrehajtó. De nem az ember a kiötlő. Tehát itt a világban, ami változást hozott létre, mindegy, hogy negatív vagy pozitív változást, az nem az embertől származik. Oké? Az azt jelenti, hogy olyan entitások, szellemlények, amik éppen negatívak vagy pozitívak, azoknak a tanácsát, láthatatlan tanácsát fogadták meg emberek, és csinálták a dolgukat annak alapján. És volt egy tervezés,
hogy ez az emberiség mettől meddig működhet. Ez az emberiség kapott 4500 évet. És ez a 4500 év, ha kiszámolod, 9-es a számmisztikában. Méghozzá kerek 4500 évet kapott. Nem 4501-et, vagy nem 4515-öt, hanem 4500-at. Tehát az üzönvíz után létrehozták az új emberiséget, és onnantól számítandó a 4500 év. És ez a 4500 év, ez letelt nem olyan rég. Méghozzá 2012 hogy? 2012? Azt szoktam mondani? Mit szoktam mondani? December 22-én, igen, így van. Tehát ez a 4500 év letelt 2022. december 22-e. Csak lett egy bökkenő ott, túl sok a jó ember. Ami azt jelenti, mit jelentett volna ez a letelés? Azt, hogy törlik ezt az emberiséget. Ugyanis ennek az emberiségnek 2012 évvégéig létre kellett volna hozni az aranykort. Oké? De nem hülyék a fentiek. Pontosan tudják azt, jobban, mint te magad, hogy te hogy működsz. Oké? És összességében azt is tudják, hogy az emberek összességében hogy működnek. Sőt, azt is tudják, hogyha, mit tudom én, összeállnak tömeggé, akkor hogy működnek. Jobban tudják, mint mi. Hát gondold végig, 4500 éves ezen emberiségi tapasztalataik vannak. Oké? Neked meg mennyi tapasztalatod van? Azóta, mióta itt élsz. Ennyi. Jó, tehát pontosan tudják, hogy hogyan működünk, és azt is tudták, hogy mikorra kell annak létrejönni, hogy legyen aranykor. De miért kell aranykornak létrejönni? Azért, mert az aranykor idéz elő egy ugrásszerű fejlődést az emberek életében. Mert az aranykor az egy szeretett kor, ahol nincsenek elnyomók. Érted? Most az emberiség 20%-a elnyomó. Minden ötödik ember. Ott nincs elnyomó. És ha nincs elnyomó, a nyitott sérüléseiket feldolgozott emberek, mondom, a sérüléseiket feldolgozott emberek képesek fejlődni, tehát tanulni, fejlődni. Tehát elnyomásmentes környezetben egy nyitott olyan ember, aki már feldolgozta az elnyomásokat az életében, amit kapott, a sérüléseit, az tud tanulni folyamatosan és fejlődni a tanulásból. Mert a tanulásból fejlődünk. Viszont, ugye azt is tudják a fentiek, hogy vannak, akik olyan sérüléseket szenvedtek el az életük első felében, vagy első szakaszában, hogy nem válnak nyitottá a jó életbe se, legalábbis ebben az életükben. Tehát ahhoz,
hogy ők tanuljanak, fejlődjenek, egy újabb életet kell kezdeniük. Ami azt jelenti, hogy a nyitott és a sérüléseiket feldolgozott emberek bekerülhetnek az aranykorba. És ott ugrásszerű fejlődést tudnak véghez vinni. Mondom, ugrásszerű fejlődést tudnak véghez vinni. Pont amiatt, hogy nincs elnyomás. Nincsenek elnyomók. Nem, hogy nincs elnyomás, nincsenek elnyomók. Ez a helyes kifejezés. Szóval, amikor ez a liberális, szociális háló elindult, azt tudták, hogy lesz egy olyan időszak, tudták, hogy mi lesz belőle, tudták azt a fentiek, hogy káosz lesz belőle a végén, hogy a szociális háló összeomlik. Ezt tudták. És tudták azt, hogy az emberek hogyan működnek avval kapcsolatban, hogyha nagy életszínvonal problémák keletkeznek, tudták azt, hogy vagy belehalnak, vagy nincs más választásuk, mint hogy tanuljanak, fejlődjenek. Ezt tudták. Ezért lett ez a szociális háló elindítva. Anno, annak idején. Világos ez? Mert az emberek csak egy nagyon pici százaléka változik meg olyanná egyik pillanatról a másikra, hogy ő szellemileg nyitott lesz. Nem anyagilag lesz nyitott, hanem szellemileg. Oké? Nagyon kevés az ilyen ember. Tehát még azok közül is nagyon kevés, aki már átfordult ezen a téren. Mert a legtöbb ember az külső hatásra lett nyitott a szellemi dolgokra. Tehát itt a legnagyobb probléma a Földön, akármilyen hihetetlen, nem a feketékkel van, nem az arabokkal van, nem a sárgákkal van, hanem a fehérekkel. Ha megnézzük, mi fehérek, a történelemben mi öltünk meg a legtöbb? Sárgát, feketét, barnát, oké? Vöröset, így van, részbőrűt. Egy faj sem ölt annyi embert, mint a fehér. Maradjunk ennyibe. Jó? Tehát egy bőrszínű sem. És ráadásul pont mi vagyunk azok fehérek, akik, ahogy a magyar mondásban mondják, 10 fillérért megbaszlák az anyjukat. Nem így szól a mondás? Én csak a mondást idéztem. Fiatalok se tudják, mi az, hogy fillér. Annak a váltó pénze volt a forintnak. A fillérnek hívták a forint váltó pénzét a múltban. 10 fillér az többet ért, mint most 10 forint. Jó van. Oké. Szóval, és sajnos, ha megnézed, a fehér ember nagy része ilyen, mint amit ez a mondás mond. Semmi nem érdekli, csak az anyagiak. Ha jól van az anyagiak, van akkor jó, minden rendben. Ha kicsit gázos az anyagi,
akkor már minden baj van. Vagy nem így van? De ahogy azt mondjátok, nem így van. De ahogy nem. Nagyon ritka a kivétel. Nagyon ritka. A fehér embernek. Ráadásul itt vagyunk mi fehér emberek, vagyunk, hát csak nem egy milliárdan. Úgy körül. És gondoljátok végig, az egy milliárd fehér ember háromszor annyi energiát fogyat, mint az összes többi együtt. Érted? Hát mondom, háromszor annyit fogyasztunk, mint az összes többi együtt. Mi fehér emberek. Nincs gáz velünk, nincs baj velünk. Dehogy nincs. Akkor ugye az, arról is biztos hallottál már, hogy a fehér embernek az istene, az a pénz. Jó? Tehát a legtöbb fehér ember hallott már arról, hogy Isten, de hogy higgyen benne, attól messze áll. Szóval, lett egy határidő módosítás, mert sokkal jó ebben. 2035-ig. Na? Ami azt jelenti, hogy kicsúsztatták 2035-ig, hogy addigra kell létrehozni az aranykort. A szeretetkort. Na most, illik viszont tudni ezzel kapcsolatban, hogy minden kísérlet, amit értelmes lények csinálnak, az nem egy helyen zajlik, hanem két külön helyen. Párhuzamosan indítanak, ugyanazt, indítják el ugyanazt a kísérletet. Ezt úgy hívják, hogy kontrollcsoport. Ha már esetleg hallottátok ezt a kifejezést. Tehát egy kontrollcsoportot is elindítanak. Ugyanúgy kutatókkal, kísérletezőkkel. És hogy nagyobb valószínűséggel eljussanak ugyanarra az eredményre. Értitek? Tehát minden érte, és a Földünkön is így van. A kutatóknak van kontrollcsoportjuk. És legalább az egyik eljusson oda, amit szeretnének, hogy eljussanak. Na most, az, a Földünk, külön az emberiség, az egy kísérlet. Oké? Az egy kísérlet. Amit másfél millió évvel ezelőtt indítottak el. De másfél millió évvel ezelőtt logikusan elindítottak egy másik bolygón ugyanilyen kísérletet emberiséggel. Oké? Nem a környékünkön, jó? Maradjunk ennyiben. Hanem ezt úgy szokták említeni, hogy párhuzamos univerzumban. Ha már esetleg ezt a kifejezést valaki hallotta. Egy párhuzamos univerzumban. És ott már bizony aranykor van. Ott megcsinálták. És a Földön az emberiségünk le van ebben maradva. Tehát ezért ugye szokták kérdezni tőlem, hogy ha mi lesz velünk akkor, akik képesek vagyunk arra, hogy az aranykorban tanuljunk, mi lesz velünk akkor, hogyha itt nem lesz aranykor? Nagyon egyszerű, akkor összegyűjtenek minket. Átviszlek arra a bolygóra, oké? Ami nem a naprendszerben van, még egyszer hangsúlyozom. A többire meg rárobbantják a bolygót. De tényleg nincs más megoldás.
Tehát az emberiségnek akár egy kisebb százaléka, egy jóval kisebb százaléka is képes ennek a bolygónak a rezgését igen magasan megemelni. Most nyilván nem 1 millió emberről beszélek, hanem jóval azért többről. Tehát megemelni az emberiség, vagy a, képes az emberiség megemelni a bolygó rezgését. Ha a bolygó rezgése megemelkedik, akkor olyan lények baromi rosszul fogják érezni magukat itt a bolygónkon, illetve a bolygónkban lévő lényekről beszélek, akik nálunknál fejlettebbek, mondhatjuk azt, hogy isteni lények, baromi rosszul fogják érezni magukat, mert ők alacsony rezgésűek. Tehát ugye ezért vannak alacsony entitások is, alacsony szellemlény, alacsony rezgésű szellemlények, tehát negatív szellemlények, és vannak pozitív szellemlények, a pozitív szellemlények magas rezgésűek, az alacsony szellemlények, tehát nem az alacsony, a rossz szellemlények, azok alacsony rezgésűek. És egy magas rezgésű környezetben baromi rosszul érzik magukat az alacsony rezgésű lények, és elpucolnak a bolygóból, meg a bolygóról. Tehát másként nem lehet őket kihűzni. Ők itt ragadtak a múltban, erről már beszámoltam, hogy mikor, hogyan, milyen körülmények között. Itt ragadtak, és nem lehet őket kihűzni. Csak azzal lehetne kihűzni, hogyha az emberiség felemelni a bolygó rezgését. De ahhoz ugye az emberiségnek magas rezgésűnek kellene lenni. Ezzel szemben mit csinál ez a balga emberiség? Csökkenti a bolygó rezgését. Na most nézzük akkor a következményeket, jó? Tehát a bolygó rezgésének, tehát az emberiség rezgése kihat a bolygó rezgésére, és a bolygó rezgése, a rezgésének a csökkenése előidézi a pusztulást. Milyen pusztulást? Egy lassú pusztulást idéz elő csak. A teljes elsivatagosodást. Az a pusztulás. Hát azt nem várják meg a fentiek, nehogy azt higgyétek. Mert nem az a cél, hogy itt a bolygó elsivatagosodjon, hanem az a cél, hogy kipucolják az alacsony rezgésű szellemlényeket a bolygóról. No szóval, az emberiség ezzel szemben csökkenti a rezgését. De értsük meg, hogy azért is jó ez a fentieknek, mert így sok ember majd észbe fog kapni, hogy nincs választása, mint hogy tanuljon és változzon. Ez olyan, mint mikor valaki mondjuk belesett egy kútba. Akkor vagy feladja ott a kút mélyén, vagy elkezd valamit csinálni, mondjuk ordibálni, hogy hát ha valaki meghallja. Vagy valamit csinál, hogy kimásszon. Érted? Mondjuk imádkozik a jóistenéhez, és az küld segítséget. Érted? Egy hitetlen nem fog imádkozni. Bár azt mondják, hogy a zuhanó repülőn nincs ateista. Mert ott mindenki, jaj Istenem, jaj, le ne zuhanjunk Istenem, jaj Istenem, ments meg, stb. Stb. Ugye ilyeneket mondanak. Akkor van Istenük, igen. Szóval a nagy pánikban az emberek az isteneikhez fordulnak. Azért mondom, hogy isteneiknek, isteneikhez, mert mindenkinek van személyes. Jó? Mindenkinek van személyes. Egyébként végig lehetne gondolni, hogy neked melyik a jobb, ha van személyes, vagy nincs.
Melyik tud többet segíteni, hogyha van személyes Istenet, vagy ha van egy nagy közös. És akkor majd valamikor egyszer sorra kerülsz. Kérdés az, hogy mikor. Nem? Gondold végig. Jó, tehát egy olyan világhoz érkeztünk, egy olyan a múltból nézve jövőhöz érkeztünk, ami baromi jó. Mert tudod, mit csinálunk? Megmentjük az emberiséget. És a bolygón mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt meg tudják csinálni. Érted? Nincs más. Nincsenek mások, akik ezt meg tudják csinálni. Megmentjük az emberiséget. Megmentjük az emberiséget a pusztulástól. Csak az a baj, hogy a tanulók nagy része ezt nem veszik komolyan. Még ők sem veszik komolyan, a tanulók nagy része. Érted? Tehát akik itt tanulnak. Nem azokról beszélek, akik nem tanulnak itt, csak nézik az előadásaimat, a díjmentes ráadásul, amiben módszereket nem kapnak. Hanem azokról, akik itt tanulnak és kapnak módszereket is. Azoknak a nagy része, hát gyakorlatilag nem csinál semmit. Nem akarja megmenteni az emberiséget. Hát basszus kulcs, akkor itt pusztulnak az emberek. Mi lesz a gyerekeiddel? Mi lesz az unokáiddal? Gondold végig. És utána mi lesz veled? De arról nem beszélve, hogy a mulasztás a fő bűn most itt az emberiség részéről. A mulasztás. A legtöbb jó ember semmit nem tesz a jobb jövőért. Semmit. A te túlélésed az nem ad az emberiség és a bolygó számára jobb jövőt. Az csak akkor ad jobb jövőt, ha te teszel másokért. Oké? Okay. Hát mondom, az itt tanulók se veszik ezt komolyan, hogy nekünk kell megmenteni az emberiséget, mert más nem tudja. Érted? Nincs meg hozzá a tapasztalat, nincs meg hozzá a tudás, nincs meg hozzá a csapat. Egy csomó dolog nincs meg hozzá, érted? És itt megvan. Nincs meg hozzá az a szellemi kapcsolat, itt megvan. Tehát az a dolgunk itt PPH-sként, hogy megmentsük az emberiséget. Hozzuk be őket tanulónak. Most gondold végig, eleve zárd ki a 20%-ot. Taníthatatlan, az elnyomók taníthatatlanok. Maradhat 6,5 milliárd ember durván. Brutál mennyiség. Ahhoz kellene körülbelül 320 millió tanító. Érted? 320 millió tanító. Az azt jelenti, hogy fejenként olyan 25 embert átlagosan tanítana egy. Az se kevés, ha megnézed. A 25 fős osztály egy általános iskolában már nem kis létszámú osztály. Tehát 320 millió olyan emberre van szükség, aki nem csak tanul itt, hanem felvállalja azt, hogy másokat tanít. Érted? De itt te nem tudod úgy felvállalni mások tanítását, hogy te valahol valamit, valakiket tanítottál valamire, és akkor ide jössz hozzám, és azt mondod, hogy ó, hát én képes vagyok embereket tanítani.
jó, akkor előző, csinálj magadnak csapatot, és akkor majd meglátom, hogy mire vagy képes. Oké? Könnyű lenne ugye beugrani a kézbe, és nem csinálni semmit, csak dumálni. Hogy én mennyire dumálok, vagy nem, annyit szeretnék mondani, hogy messze nekünk van a legtöbb közvetlen tanulónk. Minden tanulót figyelembe véve, aki itt szervez. Messze nekünk van. Oké? A másodiktól legalább ötször annyi van. Érted? A másodikhoz képest. Jó, lehet azt mondani, hogy én azért már 14 éve szervezek. Ja? És nem mindenki van itt 14 éve. Tehát honnan szedem ezeket? Azt mondja, hogy 11 évvel ezelőtt kaptam egy küldetést. Egy olyan küldetést, hogy elmondták ezeket a dolgokat. Hogy mi lesz a jövőben. Mi lesz az emberiség sorsa, a föld sorsa, ha nem lesz aranykor. És hogy ezt az aranykort meg kellene csinálnunk. Oké? Okay? És már akkor volt csapatom, és a csapatommal kellene megcsinálni. Mert sajnos a bolygón nincs más ilyen közösség, mint mi. Mi vagyunk az egyetlen. Tehát amit én idézőjelben ugatok, én azt csinálom is. Jó? Maradjunk ennyiben. Én nem úgy ugatok, hogy azt nem csinálom. Oké? Okay? Szóval, csak azért, mert a legtöbb előadó a világban az, most csak ugat. De nem csinálja. Szóval, az ember az úgy kellene, hogy működjön, hogy 60%-ban szellemiségként kellene működnie, és 40%-ban az anyagi világhoz kapcsolódva. Ezzel szemben itt a bolygónkon, itt a nyugati társadalomban satszoljátok az arányokat magatokban. Hogy a szellemiség az ilyen pici részt tölt be az életükben. De 1-2%, így van. 1-2%. És minél jobb az anyagi helyzet, tehát helyzetük egy társadalomban az embereknek, annál rosszabb ez az arány. Tehát megnézitek, a világban, ahol nagyon rossz anyagi körülmények között élnek, sokkal magasabb szellemi szinten vannak azok az emberek. Sokkal. Mint a jómódúak. Sokkal. Tehát a jó mód, de tudjátok, hogy lettek a nyugati államokban az emberek jómódúak? Nem a saját erejükből. Nagy tévedésben vagytok. Tudod, miből lettek jó módúak? Abból, hogy az államok felvettek kölcsönt. Bezonyám, kölcsönből lettek jó módúak. Tehát ez olyan, mint mikor egy család azt csinálja, hogy nincs pénzük, csak ilyen
nagyon alacsony életszínvonalú életre. Fölvesznek egy csomó kölcsönt, és azt látni, hogy ahogy költik a pénzt, amit fölvettek, úgy egyre jobban élnek. Csak az nem a saját pénzük. Ezt vissza kell fizetni. Na, ugyanígy járt a nyugati társadalom. Beleértve Magyarországot is. Oké? Okay? A legnagyobb, tehát a leggazdagabb ország, ugye azt mondják, Egyesült Államok. Na, ők vannak a legjobban eladósodva. Egy főre esően is. Tehát nem csak unblock az ország, hanem egy főre esőn is a világban. Pedig van egy mondás, ha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. És hát, hogyha megnézzük az országok adósságállományát, a nyugati országok vezetnek az adósságokba, csak hogy tiszta és világos legyen. Ha megnézzük ugye az országok adósságállományát, akkor azt látjuk, hogy azok az országok, ahol jómódúak az emberek, ott a össztermelés az jóval kevesebb, mint maga az adósság, érted? Tehát jóval kevesebb. Tehát ami azt jelenti, hogy abból az termelésből, amit létrehoznak ezek az országok, lehetetlen kifizetni az adósságot. Oké? Okay? Nem lehet kifizetni. És akkor így van, így vagyunk jómódúak. Érted? Tehát ugye az adósságállománynál ne csak azt nézd, hogy mennyi hitelt vettek föl, hanem azt is, hogy mennyi kamat tevődött a hitelekre. Sajnos. Jó? Mert ebbe buknak el az országok a kamat kifizetésbe, és ugyanígy a családok is mindig a kamat kifizetésbe buknak el. Ugyanúgy. Nem a hitelbe, ha annyit kéne visszafizetni, mint amennyit felvettünk, azt szerintem bárki vissza tudná fizetni. Vagyis legalábbis a legtöbb ember, meg a legtöbb család, meg a legtöbb ország. De kamatos kamattal már reménytelen. Szóval, gondoljátok végig, nekünk áll a zászló. Az emberek vagy akarnak fejlődni, vagy mennek a levesbe. Érted? És ha megfigyeled, a 2020 óta, itt nyugaton, minden országban nőtt a halálozási statisztika. Növőben van. Évről évre. Egyre többen és többen halnak meg. Oké? Okay? És ez megnézed, a Covid-ban is kik haltak meg? Hát a rossz állapotú emberek. Nem a jó állapotúak. A jó állapotúak kirögték a Covid-ot. Szó szerint. Max, a jó állapotú embereknek egy kis szaglás problémájuk lett érted utána. Mikor elkapták, nem is tudták, hogy Covid-osok voltak, csak onnan tudták, hogy Covid-osok voltak, hogy
a szaglásuk romlott. Aztán mit tudom, mennyi idő után visszatért természetesen. No szóval, de ennyi volt a probléma. Hú, hát ez aztán borzalmas probléma. Hát lehet annak borzalmas, aki esetleg szakács, tudod, és kellene szaglászni az ételeket. De a többieknek nem annyira. No szóval, ilyen világban élünk. Tehát ezért nekünk áll a zászló. Ez a világ, ahogy alakul, ez a mi malmunkra hajtja a vizet. Csak nektek is ki kellene használni. Érted? Tehát itt egy kérdés van. Mennyi embert akarsz megmenteni? Közvetlenül, azt közvetlenül azokat, akiket, akiknek te ajánlod az itteni tanulást, közvetve meg azokat, akik a te ajánlóid ajánlottjai. Vagy az ajánlottjaid ajánlottjainak az ajánlottja. Vagy annak az ajánlottja. Na azok a közvetettek, érted? Tehát itt az elmúlt időszakban, ugye 14 éve kezdtük, de hát ugye azt mondtam, hogy 11 évvel ezelőtt kaptam a küldetést, ugye ezt a látomást. De hát 3 évvel ezelőtt már ezt csináltuk. És azért kaptuk, mert ezzel foglalkoztunk, amit most csinálunk. És hát már mit akartam ebben kapcsolatban mondani? Mindegy, már nem tudom. Szóval, várunk szeretettel. Gondold végig. Mi olyan dolgot kaptál az életedben, ahol, ami mondjuk ennyire fontos lett volna, mint ez, hogy megmentsük az emberiséget. Mi olyan tevékenységet kaptál, amiben az volt, hogy azzal, amit végzel, azzal emberiséget, emberiség megmentő vagy. Megmented az embereket. Hol? Bármit csinálta az életedben. Hol alkottál egy korszakot? Hol vettél részt egy korszakalkotásban? Miért van korszakalkotás? Mert aranykorba át kell menni ennek az ember. És most a vaskorba vagyunk. Oké? Ez a vaskor. És át kell menni az aranykorba. Hol alkottál te korszakot? Vagy bármelyik ősöd? Hol alkotott korszakot? Nem kellene arra büszke lenni, hogy egy korszakalkotó dologban veszel részt? Nem kellene? Mondod végig. De ne felejtsd, hogy az emberiség legnagyobb bűne most nem a háborúk, meg ilyenek. Nem. Az, hogy a jó emberek nem tesznek semmit a jobb jövőért. Semmit. Érted? Várunk szeretettel, keres egy szimpatikus PPH-st, akinél jelentkezz, és legyél a tanulója. Ő nagyon kedvezményes feltételeket tud neked ajánlani. Próbáld ki a képzésünket mondjuk 3 hónapra. Jó? Ne 1 hónapra, 3-ra. 3 hónap, 40, mennyi is? 44.700? Valami ilyesmi. Nem egy nagy összeg. Ez 90 óra. 90 óráért visszaosztod, nincs 500 forint óránként.
Nem, valamivel több, mint 500 forint óránként, bocsánat. Hát valamivel több. Nem, épp 500 forint, durván. Igen, mert 95-45. Oké. Na most 500 forintért hol kapsz? Tudást, olyan tudást, amit az életed minden területén tudsz hasznosítani. És akkor utoljára még fölteszem ezt a diát. Mondjuk ezeken a területeken, hogy boldogulj. Jó? Tehát 10 életterület. Nincs 11 életterület. Nincs 9, 10 van. A 10 életterületeden tudjál boldogulni. Van 26 témánk erre a 10 területre. 26 nagy témánk. A mostaninak az 5. hónapját. Csináljuk. Most fog szünet után kezdődni. Lesz 30 perc szünetünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!